Látványos kutyás bemutató is várta a közrendvédelmis diákokat Szekszárdon a versenykezdése előtt, de a rendőrség és a terrorelhárítási központ speciális járművével és a fegyvereikkel is megismerkedhettek. A szekszárdi megmérettetésre 14 Tolna és Baranya vármegyei csapat érkezett, nekik mások mellett bűnügyi, határrendészeti és közlekedésbiztonsági feladatokat is teljesíteniük kellett. Teljes erővel készültünk, mindent beletettünk, mert meg szeretnénk nyerni ezt a versenyt, és úgy gondoltuk, hogy esélyesek leszünk. A szórakoztató feladatokat a szervezők úgy állították össze, hogy a fiatalok azok során belekóstolhassanak, mennyire izgalmas tud lenni a rendvédelmi dolgozók munkája. Fogalmam se volt, hogy ma mi lesz, mert sok mindent nem árultak el igazából. Hát érdekes, megmondom őszintén, hogy érdekes, mert nem gondoltam volna egyébként, hogy ez ennyire nehéz. És ugye, hát nyilván ez még csak egy része a felszerelésnek. A mostani versennyel összekötött roadshow főszervezői a budapesti székhelyű rendvédelmi oktatási kiképző központ és a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság voltak. A programok célja az volt, hogy a fiatalok kötetlenebb formában sajátíthassák el az ismereteket, mint ha az iskolapadban tennék ezt. 7 versenyhelyszín van a diákoknak összeállítva, ami nem a hagyományos rendészeti versenyről szól, tehát nem annyira a büntetőjogi meg egyéb ismeretekről adnak számot, inkább itt a megfigyelő képességüket, az ügyességüket, a talpraesettségüket próbáljuk mérni. Például van egy olyan bűnügyi technikai helyszínünk, ahol egy holttest van elrejtve, és megfigyelni kell a kollégajelölteknek, hogy ott a bűnügyi helyszínen akár minikalambóként, akár más tárfőgyelőként mit tudnak megfigyelni. A szakemberek igyekeztek a legkorszerűbb ismeretanyagot átadni a versenyző diákoknak. Minden olyan, ami a társadalmat foglalkoztatja, az az iskolai képzésben is helyt kapjon, és úgy gondolom, hogy itt a kollégák is pont olyan érdekességeket fognak megmutatni a kolléga jelölteknek, a leendő rendőr kollégáknak, ami a pályaorientációjukat fogja segíteni. A Tolna vármegyéből érkező fiatalok közül a legügyesebbek a 3. helyet szerezték meg a nap végére.